Szatmári tánc szórakoztatta a múzeumok vezetőit a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének konferencia megnyitóján. Minden évben megrendezik a tanácskozást, tavaly szombathelyen gyűltek össze a kulturális intézmények képviselői, idén pedig Máté Szalka adott otthont az eseménynek. A Szatmári Múzeum köré összpontosuló rendezvényt ráadásul idén összekötötték a Kárpát-Medencei Magyar Múzeumok Konferenciájával is. Csíkszeredától, Pozsonyig, Délvidéktől, Topolyától, Kassáig, minden magyar vonatkozású múzeumnak a képviselője, igazgatója részt vesz ezen a konferencián. És még egy nagyon komoly dolog, hogy megtiszteli a rendezvényünket a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója, El Simon László, aki egyben múzeumúgyi kormány biztos is, és ő is szeretett csatlakozni a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez. És hogy miért? Azért, mert a Nemzeti Múzeumnak nagyon sok vidéki filiája tagintíz intézménye csak a legközelebbit mondjuk, például Vaja, vagy a Nyírbátori Múzeum is a Nemzeti Múzeumhoz tartozik, vagy a közelben a Sárospatak is, és nagyon sok vidéki filé a révén, ők is ezt ő is a vidékhez tartoznak. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének soros elnöke elmondta, számos fontos kérdést megvitatnak a kétnapos eseményen. Csapláros Andrea arról beszélt, a múzeumoknak dolgozni kell azon, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a kultúra iránt. Mint mondta, bár a koronavírus miatt sok hátrány érte az intézményeket, a digitális fejlődést éppen a járvány miatt életbe léptetett korlátozások gyorsították fel. Amikor kintottuk a kapukat, akkor ténylegesen sorok álltak a múzeum előtt, vagy a múzeumok előtt, hogy idejössenek, rendezvényeinken részt felsenek. És azt hiszem, hogy a, a kiállítóhelyek, gyűjtemények, múzeumokban egyfajta Más gondolkodás indult el. Ugye nagyon kedvenc szó ez a digitalizálás, internet és egyéb fórumok, mihez korábban nem nagyon nyúltunk hozzá, de kreatívan megoldottuk ezt a feladatot is, és azt hiszem, hogy az a tárház, amit mi be tudunk mutatni az emberekkel, embereknek ebben az időszakban csak növekedett, és, és élvezettel nézik ezeket is a látogatóink, most már nem csak a, a tényleges fizikális terünkben, hanem a digitális térben is. A konferencia két napján a résztvevők a Szatmári Múzeum mellett megtekintették Máté Szalka egyéb kulturális szintereit is, így ellátogattak a Cukor Adolfról elnevezett filmszínházba, a hamarosan megnyíló képes kávéházba, a zsinagógába és a városban született Tony Curtis életét bemutató kiállító teret is megcsodálták.